Nem indul a Wimbledoni teniszbajnokságon, valamint a tokiói olimpián sem Rafael Nadal. A 20-szoros Grand Slam tornagyőztes spanyol klasszis ezt a Twitteren közölte. Soha nem könnyű egy ilyen döntést meghozni, de miután hallgattam a testemre és beszéltem a csapatommal, megértettem, hogy ez a helyes lépés, írta. A világranglistán harmadik 35 éves, korábbi 13-szoros párizsi győztes Nadal múlt pénteken a Roland Garros elődöntőjében kikapott a szerb Novák Djokovic-tól.